Tamási város önkormányzatának képviselő testülete döntés hozott a településen 2016 óta működő tanyagodnoki szolgálat fenntartójával kapcsolatban. 2023. januárjától a Tamási és a város környéki önkormányzatok szociális integrációs központjához került át. Elsősorban a külterületen lakóknak a szociális alapellátásába segít be. Ennek a üzemeltetésében, fenntartásában eddig vegyes megoldást választottunk, mert maga a tanyagondnak személye, ő az önkormányzat alkalmazottja volt, illetve mi most is az december 31-ig, és a hozzátartozó kis buszt, ami az ellátást segíti, az önkormányzat üzemeltette. Viszont, ahogy az imént is említettem, a tanyagondnoki ellátás teljes egészében a szociális alapellátásra épült rá, azt segíti elsősorban. Így most az a döntés született, hogy január 1-től teljes egészében a Tamási és környéke szociális központ fogja ellátni a tanyagondnoki ellátást. Ez a gyakorlatban az érintettek részére semmilyen változást nem jelent. Tehát a házi segítségnyújtásban, a szociális étkeztetésben, tehát a külterületre gyakorlatilag az ebédhordásban, az óvodásoknak a külterületre történő bejuttatásban ugyanúgy fog segíteni a tanyagondnoki szolgálat, mint eddig. Úgy gondoltuk, hogy így sokkal hatékonyabban tud működni, hogyha a szakmai irányítás és a munkáltatói irányítás is, illetve a gépjárműnek üzemeltetése is egy helyen, egy kézben van. A képviselők a 2020 tavasz óta üzemelő sportok háza ezévi munkájáról is beszámolót kaptak a létesítmény felelőstől. A 2022-es évben működésünk zavartalan volt. A háznak az élete, a mindennapok nagyon szépen beálltak, meg van már körülbelül az állandó létszám, aki látogatja a létesítményünket. Változatlanul nagy népszerűsége van a játszóháznak, a konditeremnek, és ugye helyi egyesületek, akik a mindennapjaikat és az edzéseiket ott töltik, illetve a versenyekre való felkészülésüket. Mind a lakosság részéről, mert vannak azért külsős foglalkozásaink is, illetve nagyon jól és nagyon szépen kialakultak kis közösségek már a házban, úgyhogy úgy gondolom, hogy ismert most már a városban. Mint egyesületi, mint pedig lakossági szinten a város vonzás körzetéből érkeznek látogatók, akár a játszóház, akár az edzőterem, vagy az adott edzésekre is itt a környező településekből érkeznek gyerekek utánpótlás. Az épület területe közel 2000 négyzetméter. Igazából itt azért, hogy ezek a kialakult kis közösségek életbe tudjanak maradni, észszerű döntéseket és változtatásokat kellett véghez vinni a ház életében. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy vannak olyan foglalkozások, amik a tél és a fűtés idejére más helyszínre kerültek, de vannak állandó szereplők, akik maradtak. Az elmúlt években a járás ellátási területén minden évben térítésmentesen került megszervezésre a 45 éven felüli nők mammográfiai szűrővizsgálata. 2023-ban ismét adott lesz a lehetőség. Ugye a mammográfia egy speciális röntgenképalkotó eljárás, a 45-65 év közötti hölgyeknek két évente javasolt, hogy az emlőrákot meg tudjuk előzni, illetve minél hamarabb észrevegyük, kiszűrjük, és ha véletlen kialakul, akkor minél gyorsabban tudjuk kezelni. Ez egy speciális busz, nem jár mindenfelé, de a Dám önkormányzati társulásban résztvevő önkormányzatok, így a Tamási önkormányzat is biztosítja az ehhez szükséges plusz forrást. Ez ebben az évben 1,7 millió forint. Így sikerült elérni, hogy a busz 2023. január 9-e és 30-a között itt lesz a Tamási Szakrendőrintézet parkolójában. A Tamási és környékén élő hölgyek fognak behívásra kerülni. Ezt a megyei szűrési koordinátor szervezi. Minden 45 és 65 év közötti hölgy behívót fog kapni. Körülbelül itt a Tamási és környékéről 2530 hölgyet fognak behívni. Első körben 1700 hölgy fog kapni. Ők olyanok, akik még nem kaptak behívót, és körülbelül 800 fő lesz, akik már kaptak behívót, csak még a korábbi kampányszűrésben nem vettek részt. Ebben a szűrési programban csak azok
jelentkezését várjuk, akik behívót kaptak. Ha egyéb emlőpanaszuk van, akkor először is házi orvosokat vagy nőgyógyászokat keressék meg, mert nem feltétlenül az első lépés a mammográfia. Sokszor ugye maga a fizikális vizsgálat, a nőgyógyászati vizsgálat, és utána pedig az emlő ultrahang vizsgálat jön szóba. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy aki kap behívót, ő jöjjön. A testületi ülést követően került sor a közmeghallgatásra, ahol lehetőség adódott a képviselőknek feltenni a településsel kapcsolatos kérdéseket.